Oddio. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tornatáj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szúnyogírtás Szekszárdon, érdemes a kintárolt eszközöket bevinni a házba. Visszatért az utazási kedv, újra megtelnek a külföldre induló buszok és repülők. Segített a Rotary, szervizpont épült a kerékpárosoknak Szárkán. Lezajlottak az ágazati alapvizsgák, jól teljesítettek a szakképzési centrum diákjai. Szúnyogírtás lesz csütörtök este Szekszárdon. A felhasznált vegyszer csak a vérszívó rovarokra jelent veszélyt. Ettől függetlenül érdemes a szabadtéren tárolt eszközöket letakarni vagy bevinni a házba. Ezt mondja a megyei jogú város alpolgármestere. Kis teherautó platójára szerelt porlasztórendszerrel írtották a szúnyogokat még tavaly Szekszárdon. A módszer rendkívül hatásos. Kétféle megoldást használtak a szakemberek. A munka napnyugta után este kezdődött és hajnalig tartott. Most csütörtökön a tervek szerint ugyanez fog történni a Tolnai megye székhelyen. A használt szer az emberre és a legtöbb állatra veszélytelen, nem árt viszont a szabadtéren használt eszközökkel kapcsolatban óvatosan eljárni, ezt mondja a megyei jogú város alpolgármestere. Javasolt az ablakoknak a becsukása, és hát ne tartózkodjunk a helyszínen, menjünk be a lakásba, és a másik dolog, hogy gyerekek ruha, száradtandó ruhák ne legyenek kint. A mostani gyérítés Szekszárdnak egy forintjába sem kerül, azt ugyanis a központi költségvetésből finanszírozza. Ha viszont sok lesz idén a szúnyog, a megyei jogú város is rendelhet el írtást. A biztonságra, idézőjelbe, kényelemre hagyatkozva ezt a munkát folyamatosan el kell végezni. Természetesen, ha olyan mértékű lesz a szúnyoginvázió, akkor el lesz rendelve majd a későbbiek során is. Ugyanez a módszer is, hát természetesen még egy lehetőség van a légitechnikának a bevetése. Szekszárd alpolgármestere azt kéri a helyiektől, hogy aki esővízgyűjtő hordókat vagy edényeket használ, takarja le például szúnyoghálóval vagy harisnyával, így ugyanis megelőzhető, hogy a nőstény szúnyogok petéket tegyenek a pangóvízbe. Amennyiben csütörtökön esni fog az eső, vagy nagyon erős lesz a szél, akkor az írtásra másnap este pénteken kerül sor. Ördögi körbe lépett a világ. Az Ukrajnában zajló háború globális élelmiszerellátási válságot okozhat, ami ráadásul újabb migrációs hullámok veszélyével járhat, figyelmeztetett Szijjártó Péter Facebookon közzétett videójában. A tárcavezető azt közölte az Európai Uniós Külügyminiszteri Tanácsülés szünetében, hogy ezt az ördögi kört négy tényező alakítja. Ilyen a háborús inflációs környezet, illetve az orosz és ukrán mezőgazdasági termelési és exportkapacitások csökkenése, és az ennek nyomán előálló áremelkedés. Ezek mellett nagyban hozzájárul a problémához az alternatív források hiánya, valamint az, hogy Oroszország, Ukrajna és Belarus is fontos szereplője a globális műtrágya piacnak. Ezt követően rámutatott, Oroszország és Ukrajna eddig a világ búza exportjának 30%-át, a napraforgó esetében 80%-át adta. A Világbank előrejelzése szerint mintegy 400 millió embert érinthet a az élelmiszeripari termékekkel történő ellátásnak a válsága, tehát az éhség, az éhínség veszélye az 400 millió embert érint a Közel-Keleten, Afrika északi és szubszaharai területein, valamint Ázsia dél-keleti részén. Újra megtelnek a külföldre induló buszok és repülők, visszatért az emberek utazási kedve. A koronavírus járvány miatt több országban volt a beutazás védettségigazolványhoz vagy friss PCR-teszthez kötve. A korlátozások mára már teljesen megszűntek. Rozs Anikó, a Roncar Travel Tolna irodavezető elmondta, emelkedtek az árak a korábbi évekhez képest, de az előrefoglalással vagy a last minute ajánlatokkal mindenki jól járhat. Számos buszos, hajós vagy repülős nyaralásra lehet jelentkezni a Tolnai Roncar Travel irodájában, de igyekeznie kell annak, aki a társaság szervezésében akar utazni, hiszen a koronavírus járvány visszahúzódásával
Újra megnőtt az érdeklődés a külföldi utak iránt, és most már oltott és oltatlan is nyaralhat, szinte bárhol. A korlátozások feloldásával nagyon jól állunk, amire az első charterekkel indultak, gyakorlatilag a magyarok által legkedveltebb úti céloknál feloldották a korlátozásokat. Az utolsó maszk használatig bezárólag mindent, gyakorlatilag ma már oltott, oltatlan, ugyanúgy utazhat az egyes nagyon kedvelt desztinációkra, mint például Görögország, Olaszország, Horvátország, Ciprus, Törökország. Mint oly sok minden, az utazások és a hozzátartozó szolgáltatások árai is emelkedtek. Rozs Anikó elmondta, az utazási irodának mindig az a célja, hogy az utas érdekeit védje. Azonban most a szerződésekben maximálisan meghatározott díjat érvényesítették a légitársaságok, ami megemelte az árakat. Alapvetően drágábbak az utazások, mint ahogy megszokhattuk. A kerozimpódíjak, illetve az euró árfolyama miatt is egy kicsit az utazásoknak a részvételi díjak ugye egy picit az egekben vannak jelenleg, viszont remek last minute ajánlatokat, vagy pedig akik az előfoglalással tudtak élni, ők nagyon jó áron tudnak jelenleg is utazni. Az irodavezető azt is elmondta, végre sokszorosan visszatért az emberek utazási kedve. A Romcar Travel utasainak több mint 90%-a külföldi nyaralást választ. Rajzpályázatot hirdetett az élelmiszerpazarlás elleni programja részeként alsó és felső tagozatos általános iskolások számára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A pályázat célja, hogy a gyerekek megismerjék az élelmiszerpazarlás problémakörét, környezetre gyakorolt hatását és a megelőzés lehetőségeit. A beérkezett rajzok közül első körben a NÉBI maradék nélkül programjának munkatársai választják ki kategóriánként a legjobb alkotásokat és azt a 15-15 pályaművet, melyeket később közönségszavazásra bocsátanak. A két kategória legjobb 15 rajzából óriás színező készül, így az alkotások több ezer gyermekhez juthatnak el az iskola kezdésre. A pályázat fődíja kategóriánként egy-egy kerékpár lesz. A pályaművek beküldési határideje július 17-e. A kerékpáros turizmust segítendő szervizpontokat alakítottak ki Szálkán, az ötletadó és kivitelező a Szekszedi Rotary Club volt. A most átadott két szerelőpontot továbbiak követnek majd. A tervek szerint 4 ilyen pont létesül a térségben. Ügyesen próbáljuk ráilleszteni. Jó, lukon vagyok. Itt is lukon vagyunk. A helyére kerül az első kerékpáros szervizpont a Szálkai dombtetőn lévő Mamuszkápolnánál. A Szekszárdi Rotary Klub tagjai egy társszervezet ötletét adoptálták a térségre, és rövidesen saját kivitelezésben el is készítették az első oszlopokat. Jelen pillanatban 4 darab szervizpontunk van összeszerelve, teljesen komplett készen. Ebből kettőt céloztunk meg, hogy még az idén, az én rotai évembe, ami július 2-áig tart, hogy még az idén ezt fel tudjuk állítani. Következő kettőre még nincs hely, távlati célunk, ahogy kiépül a Sió mellett a töltésen a kerékpár út, ott szeretnénk elhelyezni. A szervizpont arra alkalmas, hogy gyors segítséget adjon a bajba jutott bringásoknak. A munkálatokhoz szükséges legfontosabb szerszámokat és egy pumpát tartalmaz az oszlop. A Szálkai tető mellett a település központjában is felavatták a szervizállomást. Nagyon örülünk ennek a kerékpár kis központnak, amit ide a Rotary Klub ide tervezett és ide állítatott. Ugye Szálkán egyre erősebb a turizmus, egyre többen járnak, hál' Istennek, és egyre többen járnak kerékpárral. Jönnek a megye minden területéről, körbejárják a települést, a falut, és itt tulajdonképpen, ha valami gondjuk van a kerékpárral, akkor természetesen meg tudják javítani. A tervek szerint még ebben a szezonban helyére kerül majd a másik két oszlop is. Az adományozók pedig abban bíznak, a kerékpárosok vigyáznak majd a felszerelésekre, és azt is remélik, hogy a benne elhelyezett szerszámok sok-sok kirándulónak nyújtanak majd szükség esetén gyors segítséget. Az elmúlt héten 1961 új koronavírus megbetegedést igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta 1.925.083-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 32, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 46.626-ra emelkedett. Jelenleg 197 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma meghaladja 6.411.000-et. Tolna megyében 40.542 fertőzöttet regisztráltak a járvány kezdete óta. Minden évben gondot okoznak az utakon kigyulladó autók, mivel egyre több jármű van forgalomban, folyamatosan nő az elhanyagolt műszaki állapotúak száma is.
A Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője szerint érdemes ezért felkészülni a bajra, például poroltót tartani a kocsiban. Lángoló autókat oltanak a tűzoltók ezeken a fotókon. A hatóság munkatársai egyre több ilyen képet készítenek, évről évre nő ugyanis a kigyulladó járművek száma idehaza. Gyakran egy másik esetről, például égő szemetes kukáról terjednek át a lángok, ám az sem ritka, hogy menet közben gyulladnak ki az autók. Tolna megyében idén eddig 6 ilyen esethez, tavaly pedig összesen 11-hez kellett vonulniuk a lánglovagoknak. A bajt legtöbbször az üzemanyagrendszer meghibásodása, vagy az elhanyagolt koszos motortér okozza. Érdemes tehát tisztán tartani ezt a területet, de gyakoriak az utastérben kezdődő elektromos tüzek is. Célszerű minél hamarabb értelemszerűen megállni, lehetőség szerint úgy, hogy a környezetre ne legyünk veszélyesek, tehát valami szirádult burkolaton leparkolni az autót, azonnal a tűzoltókat, tehát a 112-t így a központi segélyhívót tárcsázni, őket hívni. És amivel segíthetünk még ezeken a problémákon, az például egy kézi tűzoltókészülék. Jó szolgálatot tehet a csomagtérben található porral, de még jobbat egy speciális habbaloltókészülék. Ezeket viszont nagyon óvatosan kell használni, mert például a hirtelen felnyitott motorháztető oxigénhez juttatja a tüzet, ami így megerősödhet. Ezeket célszerű elkerülni, óvatosan megtenni ezeket akár oldalról, felnyitni a motor gépjárműtetőt, és majd így ugye a beavatkozást akár nyilván tehát a lehetőség szerint párosan végrehajtani, ezek nagyon fontosak, de itt a hősködés az minden esetben azt meg kell előzzük, és itt mindig legyen az elsődleges, az a saját biztonságunk legyen szem előtt. A szakértő azt mondja, a kézi tűzoltó készülékek csak a kezdeti lángok megfékezésére alkalmasak, ezért a használatukat követően mindenképpen érdemes tűzoltókat hívni a helyszínre. Mivel a legnagyobb érték a család, a kormány továbbra is fontosnak tartja a családok a gyermekvállalás támogatását, ezért a jövő évi költségvetésben még többet fordít a családok segítésére, mint idén, mondta Szűcs Lajos, a Fidesz egyik vezérszónoka az országgyűlés szerdai ülésén a 2023-as költségvetési javaslat vitájában. Elhangzott, a költségvetési tervezet minden tekintetben megállja a helyét, a kormány minden olyan kihívással számolt, amire egy ilyen különleges évben számítani lehet. Kifejtették, a kiszámíthatóságot és tervezhetőséget szem előtt tartva, idén is a nyári szünet előtt tárgyalja a jövő évi büdzsét a ház. Ezzel csaknem fél éves felkészülési időt biztosít minden érintetnek, jó alapot adva így az ország stabilitásának megőrzéséhez. Lezajlottak az ágazati alapvizsgák is a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben. Szekszárdon a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskolában 69 diák adott számot tudásáról. Nem kell szép mondogatni halat, jó? Kis folyóvíz, de előbb a deszkát, úgy vágod össze. Mindig a bőrén vágjátok halat, jó? Tehát szétnyitod, így vágod a halat. A hal megfelelő feldolgozásának mikéntjére emlékezteti a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola felügyelő oktatója a tanulókat. Azonban ez nem tanúra. A 9. és 10. osztályos diákok az ágazati alapvizsgán mutatják be, hogy eddig milyen ismeretekre tettek szert. A fiatalokat a turizmus vendéglátás ágazat 4 területéből, ételkészítési, vendégtéri, cukrászati és turisztikai alapismeretekből mérték fel. 69 fő ágazati alapvizsgázott a vendéglátóiskolában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 23 fő 10. osztályos technikus tanuló volt, akik ugye 2 év után tettek ágazati alapvizsgát, és a többi pedig 2 osztályt jelent, 2 9-es szakképző osztályt. Ők tették ki a többi részét a vizsgázóknak, és ez a 2 csoportra, 2 vizsgacsoportra voltak osztva, ezek a tanulók. A számonkérések mozgalmasan zajlottak, a diákoknak reggeltől délutánig tartott az elfoglaltság. A teljesítményüket egyébként 100%-ban értékelték, amit majd a záró vizsgán is beszámítanak nekik. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kis rutint szerezzenek. Egyébként jellemzően partnereket hívtuk meg, kollégákat is hívtunk meg, illetve duális partnereket, akár a duális partnerek már ismerkedhettek a tanulókkal, hiszen őket szolgálták ki ugye ott a vendégtérben. Úgyhogy ők is érdeklődtek és kérdezgettek tanulókról. Ezért 69 fő, én úgy gondolom, hogy nagyon szépen teljesített. A sikeres vizsgákat követően pedig egy vendéglátó helyre, vagyis duális partnerhez kerülnek majd a tanulók, ahol már fizetést is kapnak. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Nyári diákmunka a NAV szempontjából ugyanazok a szabályok vonatkoznak a tanulókra is.
Segíti a kormány a baranyai vállalkozásokat, 29 milliárd jutott 304 cégnek. Szalai napok, állandó tálat mutatja be a balatoni nemesi család életét. Beindult a nyári szezon, ezzel együtt a diákmunkások száma is jelentősen megnövekedett. A fiatalokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a felnőttekre. Ez azt jelenti, hogy bizonyos foglalkoztatási formáknál adó, illetve járulékfizetési kötelezettségük keletkezik. Fontos még, hogy a munkáltatóknak figyelembe kell venniük a 25 év alattiak ESZIA kedvezményét. A nyár beköszöntével a diákmunkát vállalók száma is megnő. Az adózásukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ismertette Adópercek című műsorunkban a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy a 18 év alatt munkát vállaló tanulóknak szükséges a szülői hozzájárulás. Egyébként a 16. életévüket kell betölteniük azoknak, akik szeretnének dolgozni. Fontos, hogy a fiatalok rendelkezzenek adóazonosító jellel. Rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a felnőttekre. Egy kivétel az iskola szövetkezet. Ez a leggyakoribb foglalkoztatási forma, de ezen kívül a diákot lehet foglalkoztatni, ugyanúgy, mint bármelyik felnőttet, munkaviszonyban, például megbízási jogviszonyban, vagy pedig egyszerűsített foglalkoztatás keretében, vagy akár háztartási munka keretében is. Ha tanulói jogviszonyban foglalkoztatják a diákot, akkor biztosítottá válik, tehát társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie. Azonban az iskola szövetkezetben végzett munka esetében a diák nem minősül biztosítottnak, ezért járulékfizetési kötelezettsége sem keletkezik. Megbízási szerződés esetén költségelszámolás lehetséges kétféle módon. Ez lehet tételes vagy a 10%-os bizonylat nélküli költségelszámolás. Fontos, hogy nem minden esetben lesz biztosított a tanuló, de ilyenkor is a jövedelem után kell megállapítani az adó mértékét. A diákok dolgozhatnak egyszerűsített foglalkoztatás keretében turisztikai idénymunka címén, illetve mezőgazdasági idénymunka címén is, és alkalmi munkavállalók is lehetnek. Önálluk arra kell figyelni, hogy a közterhet azt a kifizető fogja leróni a hivatal felé, nekik alapvetően járulék és adófizetési kötelezettségük nincsen. A diákok dolgozhatnak háztartási alkalmazottként is. Ilyen munkavégzés lehet a korrepetálás, gyermekfelügyelet, takarítás, otthoni gondozás vagy házvezetés. Mivel ez a fajta foglalkoztatás kívül esik az adórendszeren, ezért sem adó, sem járulékfizetési kötelezettsége nincs a fiataloknak. Barlai Krisztina hangsúlyozta, hogy az adóköteles jövedelemszerzések esetében a munkáltatónak mindig figyelembe kell venni a 25 év alattiak ESZIA kedvezményét. Csak nem 29 milliárd forint érkezett Baranyában magyar tulajdonú kis és közepes vállalkozásokhoz. 304 baranyai vállalkozás kapott pozitív támogatói döntést a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program Plusz keretében. Így csak nem 29 milliárd forint érkezett a megyében működő kis és közepes vállalkozásokhoz, jelentette be Őri László kedden a Quartz Kft. Telephely fejlesztés alkalmából szervezett sajtótájékoztatóján. A pécsi magasház bontása látható ezeken a korábbi felvételeken. A betontörmelék ahhoz a családi vállalkozáshoz került, amely homokbányákat működtet a baranyai megyeszékhely közelében. Az építési hulladékot pedig újrahasznosítja. Amikor a magasházat lebontották itt a városban, akkor az oda került ki a homokbányába. Az újrahasznosítása és annak az előkezelése, a kezelése ott történt meg. Ott szétválasztásra került a beton és az acél, és a beton pedig újrahasznosítás során a városi önkormányzattal közösen is összefogva a városi önkormányzat hasznosította. Útépítésnél használta fel az önkormányzat az összetört betont. Ez a cég most állami támogatást kapott fejlesztéseihez 125 millió forintot. Ebből az irodaházuk energetikai korszerűsítése valósul meg, valamint az építési hulladék újrahasznosításához gépek, eszközök kerülnek beszerzésre. A Kft. Azonban csak az egyik azoknak a vállalkozásoknak, amelyek fejlesztését segíti az állam Baranya megyében. Az a 304 baranyai vállalkozás, amely az elmúlt hónapokban kormányzat támogatásával mintegy 29 milliárd forintnyi fejlesztési forrásban részesült, az én azt gondolom, hogy valóban fog tudni egyet lépni előre. Ezek zömében olyan vállalkozások, amelyek több éve, több évtizede működnek Baranyában és Pécset. Kis és középvállalkozásokhoz jutott ez a forrás, amelyek helyi tulajdonosi körrel rendelkeznek. A fejlesztések révén munkahelyek jönnek létre, illetve az energetikai költségeik csökkennek, valamint az újrahasznosítás is szerepelt a célok között, amivel a környezeti terhelést tudják mérsékelni.
Állandó tárlaton mutatja be az egykor Balaton lellén élt Szalai családnak az életét a helyi művelődési ház. A nemesi família közel 150 évig kötődött a településhez, ahol 700 holdas birtokon gazdálkodtak és borászatot is üzemeltettek. Ezen a tájékon szépen átvette az összes rétegnek a súlyát. Nem volt könnyű dolgok a nőknek, ha a fűző viselésére gondolunk. A századforduló női ruháiról is többet megtudhattak az érdeklődők a Szalai napokon Balaton lellén. A Szalai a település egyik legjelentősebb nemesi családja volt. Közel 150 évig, egészen az államosításig volt a Szalai család lellei otthona, a ma már művelődési házként működő egykori kúria. 1838 a kezdő dátum, tehát még bőven a szabadságharc előtti időszak, amikor megépült ez az épület, ugye az oszlopsorral, toszkán stílusban, és hát egy szenzáció volt ez a maga nemében, akkor a parkkal. Picit megpróbáltuk mi is rekonstruálni azokat a külső és belső dolgokat. Tulajdonképpen a rendezvényünknek a fő célkitűzése, hogy egy kiállítást, egy kiállító teret rendeztünk be az eredeti használati tárgyakkal, és ezeken keresztül különböző videókon és segédanyagokon keresztül szeretnénk megismertetni mindenkit a régi család történetével. Idén már második alkalommal idézték meg a Szalai család történetét és korát Balaton lellén. Ebből az alkalomból láthatta a nagy közönség a megújult állandó tárlatot. A tavalyi kiállításhoz képest sokkal több tárgyunk van, amelyek mind eredetileg is itt voltak a kúriában, illetve most egy állandó kiállítást hoztunk létre, így nem csak a Szalai tárlat látható, hanem a korábbi gróf Somsics Pongrácz, illetve Soltész István Afrika gyűjteményei három termen keresztül. A napi használati tárgyaktól kezdve az egykori éléskamra termékein át különlegességeket is bemutat a kiállítás. Szalai Imre utazóládáját is láthatjuk, Tuzla medvéjének az vizes táját, de Ceylon szigetéről hozott teknős páncélt, Egyiptomból hozott arab faliszőnyeget, amelyen még arab írás is található. A Szalai család mintegy 700 holdas birtokon gazdálkodott és borászatot is üzemeltetett. Ugyan szerették a budapesti társasági életet, de szívesen pihentek a lellei kúriában is. Ennek emlékeit mutatja be a művelődési házban nyílt állandó tárlat. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Szúnyogirtás Szekszárdon érdemes a kintárolt eszközöket bevinni a házba. Visszatért az utazási kedv, újra megtelnek a külföldre induló buszok és repülők. Segített a Rotary, szervizpont épült a kerékpárosoknak Szárkán. Lezajlottak az ágazati alapvizsgák, jól teljesítettek a szakképzési centrum diákjai. Csütörtökön délelőtt záporokra lehet számítani, délutánra csökken a felhőzet, változóan napos idő alakul ki. A nap folyamán elvétve még lehet jelentéktelen zápor. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, az éjszaka eseménymentesnek, csillagfényesnek ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!